Szóljanak a kezdetünk. Tisztelettel üdvözlöm a megjelenteket. Örülök, hogy ilyen nagy az érdeklődés, gondolom ez az eseménynek, eseménydúsnak nem mondható naptár állása miatt van így. Mint tudják, és részben önök is itt voltak akkor, amikor december 10-én továbbítottunk egy feljelentést, személy szerint én írtam alá egy feljelentést a legfőbb ügyész úrnak, amely feljelentésben, felidézem a történetet, a Magyar Televízió ZRT új székháza, Kunigunda utcai székháza kapcsán több éves folyamat elemzése után arra a következtetésre jutottunk, hogy itt egy nagyon súlyos bűncselekmény gyanúja merült föl. Mi akkor úgy láttuk, azóta sem változott az a véleményünk, hogy a hűtlen kezelésnek az a minősített esete, amely a 319. szakasz 3. bekezdés D pontja szerint minősülhet, ami 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, ha a hűtlen kezelés különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz. Egy kicsit talán pongyul a fogalmazása a törvénynek, nem én szövegeztem, tehát különösen és jelentős vagyoni hátrányt okoz. A legfőbb ügyész úrnak továbbított feljelentés kapcsán, ami tehát december 10-én történt, december 15-én kaptam a legfőbb ügyészség kiemelt ügyek főosztályának vezetőjétől, dr. Sinkú Pál főosztályvezető ügyésztől egy levelet, amelyben arról értesített, hogy a beadványt, mármint az általam továbbított feljelentés és annak sok mellékletét beleértve számtalan kuratóriumi jegyzőkönyvet, illetőleg szerződést, amelyet az új székház tekintetében be tudtunk szerezni, tehát ezeket a legfőbb ügyészség kiemelt ügyek főosztályának vezetője szerint a budapesti rendőrfőkapitányság által azonos tényállás alapján már korábban elrendelt nyomozás irataihoz való csatolás véget a fővárosi főügyészséghez küldtük meg. Ekkor értesültünk, én legalábbis, de úgy tudom mások is arról, hogy a Magyar Televízió ZRT székház ügyében, tudomásom szerint egyébként nem az új, hanem a régi székház, tehát a szabadságtéri székház ügyében már született feljelentés, magánszemélyek útján tett feljelentés, és ennek kapcsán elrendeltek nyomozást, hogy pontosan mikor és hogyan, arról egyébként a fővárosi főügyész úr tájékoztatott, és ez igen figyelemre méltó, amit most elmondok önöknek, dr. Ihás Sándor főügyész úr, december 19-én, tehát néhány nappal azután, hogy hozzá megérkezett az irat, amit a legfőbb ügyészségről továbbítottak, és ami az én feljelentésem volt, arról tájékoztatott, hogy 2009. február 24-től, tehát még egyszer megismétlem, 2009. február 24-től, tehát akkor már idestova 10 hónapja, elrendelték a hasonló gyanú miatt a BTK 319. szakasz 1. bekezdésébe ütközés, a 3. bekezdés C pontja szerint minősül, ez egyel enyhébb, tehát itt nem 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés, mindösszesen csak 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetik a bűncselekményt. Tehát hűtlen kezelés, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt a budapesti rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi főosztálya folytatja a nyomozást. Ebből két dolog következik, és ezért szerettem volna megosztani a gondolataimat önökkel. Egyrészt hogyan létezik az, hogy egy ilyen jelentős ügyben, a Magyar a Köztelevízió székháza ügyében elrendelt, igen súlyos bűncselekmény miatt elrendelt nyomozásról a közvéleményt nem tájékoztatta a nyomozóhatóság, sem az ügyet figyelemmel kísérő ügyészség. Majd ezt követően a második kérdés, most december 28-án, ugye? Tehát a február 24-től mai napig eltelt időszakban azt követően, hogy igen alátámasztott feljelentés érkezett hozzájuk, ezek szerint ugye két héttel, több mint három héttel ezelőtt, semmit nem tudunk arról a tényről, hogy tulajdonképpen van-e már gyanúsított, hol tart a nyomozás, mégis mire vár a nyomozó hatóság. Hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a nem szeretem ügyekben
különösen a rendőrség nem szívesen iparkodik, sem a közvéleménnyel megosztani az ismereteit, sem pedig a közvélemény előtt fontos ügyekben befejezni a nyomozást, de azért ezt mégiscsak túlzásnak tartom, és a Fidesz álláspontját is mondhatom sajátomként, hogy több mint 10 hónappal egy elrendelt nyomozás után semmi eredményről nem számol be a nyomozóhatóság, holott nagyon jól tudjuk, törvényes pozíciókról van szó, tehát itt az elkövetők, esetleges elkövetők kiléte nem okoz különösebb felderítő munkát, hiszen törvényen alakulnak azok a pozíciók, amely akár a televízió vezetését, akár a televíziót felügyelő kuratóriumi elnökséget illetik, illetőleg az erre vonatkozó egyéb pozíciók nem igényelnek különösen mesterdetektívi munkát, úgyhogy amennyiben megalapozott gyanút fogalmaztak meg az elrendelt nyomozásban február 24-én, akkor ezt a gyanút gondolom már a gyanúsítottakkal is közölni kellene. Arról értesített még a fővárosi főügyész dr. Ihás Sándor úr, hogy már február 24-től a nyomozás fokozott ügyészi felügyelet alatt áll, és a legfőbb ügyészség elrendelte az ügy kiemelt ügyként kezelését. Itt tartunk most, tisztelt hölgyeim és uraim, tehát egy fokozott ügyészi felügyelet alatt álló és a legfőbb ügyészség által kiemeltként kezelt ügyben a közvélemény, azon kívül, hogy én erről tájékoztatom önöket, semmi többet nem tud. Az lenne a tisztelt kérésem az önök segítségével, hogy érdeklődjenek az említett nyomozóhatóságnál, amely még egyszer megismétlem a budapesti rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi főosztálya, hogy mégis meddig óhajtják az adófizetők pénzét arra költeni, hogy egy 10 hónapja elrendelt nyomozás kapcsán semmi érdemi fejlemény nincsen. Köszönöm szépen a figyelmüket, ha van kérdésük, szívesen válaszok. Parancsoljon hátul. Parancsoljon. Horváth Károly, Jákoltévi. Ez a kérdésem, hogy ezen túl, hogy most önnél van ez a dokumentum az ügyészségtől, milyen lépéseket szándékoznak még tenni? Most ezt a sajtótájékoztatót annak szántuk, hogy felhívjuk a közvélemény figyelmét arra, hogy az ilyen típusú nyomozási eljárásokból elegünk van, beleértve azt is, aki felügyeli, és arra szeretnénk majd a választóktól felhatalmazást kérni, hogy ez tovább Magyarországon az igazságszolgáltatás tekintét ne rombolja. Parancsoljon! Benyorít a Magyar Televízió, kapott-e ön most ezek után részletesebb tájékoztatást a gyanúsítotti körről, kihallgatásokról? Kikérhetők-e ezek az adatok? Nem kaptam a feljelentőt, ilyen értelemben nem kell, hogy tájékoztassák, én feljelentő vagyok, mint ahogy a korábbi feljelentés kapcsán is vannak, megneveztek személyeket, mint feljelentőket. A büntető eljárásról szóló törvény alapján a sértettet kell tájékoztatni, tehát egy sértetti pozícióban. Egyébként szerintem önök is, meg én is sértettje vagyunk ennek az ügynek, ha majd arra sor kell, de csak átvitt értelemben természetesen, tehát károsultak vagyunk, úgy gondolom, hogy ha tényleg hűtlenkezelés megállapításra kerül, mert a hűtlenkezelés az adófizetők pénzével történt, és hát mindannyian fizetünk adót, nem is keveset. De még egyszer visszatérve a kérdésre, ilyen kötelezettsége a büntetőeljárás szerint a nyomozóhatóságnak nincsen. Van természetesen az országgyűlési képviselővel kapcsolatos jogosultság között olyan kötelezettség, amelyet ismertettem is, kötelesek beszámolni az országgyűlési képviselőnek, nem csak interpelláció, hanem kérdés formájában is egy-egy ügy kapcsán arról, amit fontosnak tartanak. Itt tartunk most. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Ha nincsen más kérdésük, akkor minden jót kívánok, és boldog új évet természetesen mindenkinek.